Én Budapesten születtem egy első generációs tisztviselő értelmiségi családban. Apám az Geszterédről származott, egy paraszt családból. Tehát ő egy ilyen első generációs, először katona volt, a háború alatt kim volt a Dunkanyarnál, de hazajött. Haza sikerült jönnie, utána ilyen a fegyveres pályáról a hivatalnoki pályára került, amit nehezen viselt, és aztán letette a jogi doktorátust, és akkor onnantól kezdve ilyen vállalati jogász volt. Anyám pedig, még annyi érdekesség itt van a dologban, hogy apámnak az apja, az én apai nagyapám, az egy ilyen Amerikát járt magyar volt, aki nagyon tisztelték, hogy nagyon intelligens, nagyon fantasztikus. Tehát ő egy ilyen világlátott ember volt, úgyhogy bírónak választották a falujában, és így tovább. Viszont a apám anyja meg fiatalon meghalt, és ő egy Lengyelországból bevándorolt család gyermeke volt, tehát tulajdonképpen anyai nagyanyám lengyel. De hát még apám gyerekkorában meghalt, úgyhogy ez csak információ. Az anyai család az egyik ágról, anyai nagyapám szintén lovasberényi paraszt családból származik, és postamesterré küzdötte fel magát, tehát már ő így kilépett ebből a paraszti sorból, vagy tovább lépett. A nagyanyám pedig egy abonyi kisnemes családból származott, de árva gyerekek voltak az öccsével, korán meghaltak a szüleik, és hát különböző hányattatásokon mentek keresztül, és aztán anyám is postára került, a nagyanyám, anyai nagyanyám, postatiszt lett, és ott találkoztak nagyapámmal a postán, a királyi magyar post, magyar királyi postán. Így anyám egy ilyen vegyes családba született, tehát részben egy lesüllyedt nemesi, részben paraszti, apám meg tisztán paraszti családból, és Budapesten találkoztak ők már. És van egy fontos mozzanat, ami később lett igazán fontos, bár közben is az életemben, hogy az anyám öccse, az B. Nagy László volt, B. Nagy László néven ismerté vált filmkritikus és irodalomtörténész. Úgyhogy egy olyan családban kezdtem el a gyermeki éveimet, kezdett kinyílni az agyam, ahol nagyon fontos volt a könyv. Anyám meghalt 2006-ban, tehát én örököltem a könyveket, mert a lakásban bátyám maradt, és ahogy átvettem ezt a könyvtárat, és hát valahogy el kellett rendezni, elszállítani, különböző helyeken lerakni, mert rengeteg könyv volt, és hát nekem is sok könyvem volt, tehát úgy nem lehetett, hogy összerakom a kettőt. De minden esetre, ahogy átválogattam ezt a könyvtárat, akkor tudatosult bennem, hogy milyen fantasztikusan építette anyám ezt a könyvtárat, hogy milyen fantasztikus ifjúsági irodalom volt elérhető az 50-es, 60-as években. Tehát, hogy milyen színvonalas ifjúsági irodalom, és hát azért az csak meghatározó, hogy az ember nem vacakot olvas fiatal korában, de a korának mégis megfelelően olvas. A harmadikos gimnazista koromban 3 hétig otthon voltam, mert egy nyirokmirigy gyulladásom volt, mononukleózis, és akkor felnyúltam a polcra, levettem Dosztojevszkijnek a Félkegyelműjét, és meghatározó élményemmé vált a Félkegyelmű, és Dosztojevszkij, és sorra végigolvastam a Karamazov testvéreket, a Megalázottak és Megszomorítottakat, és így tovább, és ott volt mind egymás mellett a polcon. A nagybátyám, ugye B. Nagy László, hát ő úgy volt jelen az én fiatalkori életemben, hogy a Laci, aki író, meg a Laci, de ő ritkán jött, de azért benne volt, hogy ő egy filmkritikus, meg irodalomtörténész, tehát ő már egy ilyen profi értelmiségi szakmai személy, és néha beszélgettünk, és nagyon sok érdekes dolgot hallottam. Például a nagybátyámtól hallottam először kiejteni a Mészöly Miklós nevét. És emlékszem, hogy a Mészöly Miklós novelláit, az Alakulások című kötetet, akkor figyeltem erre föl, hogy hallottam a nagybátyámtól a nevét, de volt annyi élményem már, hogy a Fekete Gólyát olvastam Mészőtől, és akkor nem igazán tudtam, hogy ki a Mészöly Miklós, viszont a könyv nagyon tetszett. Már nem a feltétlenül a családot érintik, de mégiscsak a növekedésnek, felnövésnek, eszmékedésnek az éveit, hogy hát egyrészt baromi jó tanáraim voltak általános és középiskolájában, az nagymák. Nagy szerencse.
És hát főleg azok a tanáraim voltak jók, akik meghatározóak voltak. Tehát most nem akarok itt egy tiszteletadással végigmenni mindenkin, de ami nagyon fontos, hogy az általános iskola alsó tagozatában egy csodálatos tanítónőm volt. A Városmajor utcai általános iskolában, ami egy híres Kós Károly fél által épített iskola, és oda jártam ugye felső tagozatba is, és ott Győri Gáspár volt az osztályfőnököm, egy csodálatos tanár. Egyébként 56 után különböző meghurcoltatásoknak volt kitéve, mert ilyen népi baloldali volt. És akkor került vissza a tanítópályára, tanárpályára, amikor minket átvett felső tagozatban, és magyart és történelmet tanított. És ez döntő jelentőségű volt az én eszmékedésemben, pont a két legfontosabb tárgyat, és most nem fogok ennek a részleteibe menni, de meghatározó volt, ahogy ő tanított, amiket ő elmondott, ahogy ő látta a dolgokat. Egy kiváló ember és egy kiváló tanár volt. Az ízléseimnek, az eszmékedésemnek az első alapjai nála kereshetők. Az egykori bármadas Móricz Zsigmond gimnáziumba akartam felvételizni, nyilván ebben volt némi közvetett családi hatás, meg anyám, magyar, de az egy jó gimnázium volt akkor, és francia tagozatra szerettem volna, de valami egészen fura, talán rosszindulatú beavatkozás folytán nem vettek oda föl, bár kiváló tanulmányi eredményem volt, úgyhogy aztán ilyen különböző körbefutások, hogy akkor most mi legyen, folytán a Rákóczi gimnáziumba irányítottak, oda vettek fel, ami szintén akkor egy jó gimnázium volt. Ott viszont csak angol, olasz és orosz tagozat volt. Hát én angol tagozatra akartam menni természetesen, hiszen a 62-63-as évektől ugye a beat zenének a behatása, hát az Beatles és más zenekarok meghatározó volt. Tehát akkor már ugye a Beatles, Rolling Stones, mert mi abba éltünk. És hát angol tagozat. Igen, de mindenki angol tagozatra akart menni, és hát úgy kérdezték, hogy ha nem megy az angol tagozat, mert nagyon sokan, akkor mégis mi lenne a második, és akkor elmondtam, hogy ha nem megy, akkor az olasz. Hát semmiképpen nem akartunk ugye orosz tagozatra menni. Én gondolom, hogy ezek után rögtön az olaszra irányítottak. Lehet, hogy ha ragaszkodom az angolhoz, esetleg sikerül odajutnom. De így nagyon jól alakult, mert megtanultam úgy, ahogy olaszul, tehát rákerültem erre az italianista vonalra, de ugyanakkor angolul is azért megtanultam, hiszen azt mind nem lehetett kihagyni akkoriban. A gimnázium évei szintén döntőek voltak. Ha már a tanárokról beszéltem, itt meg kell, hogy mondjam, hogy itt volt két meghatározó jó tanárom, a Jávor Otto, aki egyébként egy szolid, jó, nem kiemelkedő, de jó író volt, és egy kiváló magyar tanár. Az utolsó évben pedig egy szintén kiváló magyar tanár vette át tőle, a Őrsi Gyuláné Hajdu Marian, ő is egy nagyon ismert középiskolai tanár volt, meghatározó hatással volt mind a kettő akkor már beindult eszmélkedésemre. Viszont a másik, ami szintén nagyon fontos volt, hogy a gimnáziumban mi történt. Ugye elkezdtem verseket írni, és azzal együtt még az általános iskola utolsó egy-két évében elkezdtünk zenekart alapítani, tehát elkezdtünk zenélni. Hát akkor mindenkinek, ugye ez egy vonzó pálya volt, hogy zenekart alapítani, zenekarba játszani. A gimnáziumban folytattuk a zenélést, és hát az ember folytatta az írást, és egyszer csak bejött az, hogy volt egy irodalmi színpad, amiben teljesen véletlenül, Jávor Otto tanárom egyszer megkérdezte, hogy van itt egy irodalmi színpad, most próbálják Gorkinak a Kispolgárok című darabját, az egyik szereplő beteg lesz, nem lépsz be. Hát, mondtam, ez nagy dolog, hát de szívesen. És akkor egy kis szerepbe beléptem, de a következő évben már Szikora János iskolatársam és barátom vette át a színpad irányítását, és ott kialakult egy olyan társaság és baráti kör, akik elkezdték ezt a színpadot úgy alakítani, hogy nem darabokat játszottunk, hanem a saját verseinkből állítottunk össze egy színpadi darabot, a korszellemnek teljesen megfelelően, zenékkel, még a zenét nem mi csináltuk, de mi vágtuk össze különböző zenékből, a színpadkép nagyon fontos volt, egy ilyen beat és hippi, akkor még igen, beat és hippi ihletés nyomán egy saját színpadi játékot állítottunk össze, a ruháktól kezdve mindent mi csináltunk, és aztán ezt a színpadot egyébként folytattuk, és ez nagyon fontos lett az életemben és a pályámon, ugyanis a következő évben nem saját szövegekből,
hanem adi évforduló volt, és adi darabokból, adi versekből állítottunk össze egy darabot, de ugyanebben a felfogásban. Adi versek, zenék, saját dramaturgia, intuitív játékképzés, mozgás, fény, hang, ezekből csináltunk egy színpadi játékot, és te megmondom össze, hogy mindenki oda volt. Érte, hogy nem láttak igazán ilyenfajta, ilyen színpadi játékot akkoriban. 15-20 évvel ezelőtt arra csodálkoztam rá, visszatekintve, hogy ez az én 80-as években tudatosan, vagy legalábbis reflektáltan és tudatosan kialakult totális költészeti, hangköltészeti, vizuális költészeti, performance, tehát mondjuk úgy totális művészeti tevékenységen, hát mondom, ennek az előképe pontosan ott van a gimnáziumi éveimben, amikor külön írtam verset, külön zenéltünk zenekarba, de érdekes módon a színpadi térben ez találkozott. A szöveg, a zene, mondjuk a színpadon még akkor nem mi csináltuk, de a zene, és a kép, és a látvány, és az akció. Protekciónk erős nem volt, vagy semmilyen nem volt, és ezért mondtam, inkább elmegyek a jogra, írni, színpadozni, zenélni akkor is tudok. És ez volt a kialakult pálya, a bölcsész érdeklődésű barátaim mind jogi pályára mentek előttem. Ahogy leszereltem, mentem jogásznak, én rájöttem, hogy nekem az nem való. És még mielőtt elkezdtem volna a jogi, az első fél évet, átszaladtam gyorsan a bölcsészkarra, hogy nem jöhetnék-e át, tudnék az is ELTE bölcsészettudomány, ez meg jogi kar, nem lehetne átjönni. És akkor azt mondták, hogy hát nem, így nem lehet, mert azért ez egy másik kar, de egy mód elvileg van rá, hogyha két fél évet elvégzek jeles tanulmányi eredménnyel, utána kérhetem a felvételemet, az átvételemet a bölcsészkarra. Na most innentől kezdve én elkezdtem a jogi tanulmányaimat, nagyon fontos év volt, nagyon érdekes dolgokat tanultam, de az volt a célom, hogy egy év múlva én átkerüljek a bölcsészkarra. Közben sikerült két jeles fél évet elvégeznem, és akkor a Kockás Sándor tanár úr, aki ugye a ELTE BTK irodalomtörténeti, magyar irodalomtörténeti tanszékén volt, és az alkotókörbe vezető tanár volt, Kockás Sándor beszélt a DK helyettessel, és akkor kaptam egy lehetőséget, hogy úgy felvételizhettem a magyar-olasz szakra, és itt jön be az italianista vonal újra, hogy nem baj, hogy én gimnáziumban olasz tagozatot végeztem. Tudnék, akkoriban két kötelező szakot kellett a bölcsészkaron végezni. Egyértelmű volt, hogy én magyar szakra akarok menni, de kellett mellé egy másik. És így hát mondom, olasz tagozatos utam a gimnázium, hát legyen a másik szak olasz. Az ELTE, ugye az a jogi kar, bölcsészkar, természettudományi kar voltak, tehát az ELTE alkotókörébe bekerültem, és ott akkoriban novellákat is írtam, és az egyik nagyobb elbeszélésem sikert aratott, akkor Csaplár Vilmos volt az ELTE alkotókörének az ilyen még diák, hát nem vezetője, de mondjuk ő volt a gyakorlatilag mondjuk így mégiscsak a vezető figura, meg akkor már ott volt a Szilágyi Ákos, Vámos Miklós, Tarján Tamás, ezek a ma ismertebb nevek, de voltak még sokan, tehát bekerültem ebbe a alkotókörbe, mert egy érdekes dolog volt, éppen indult egy új folyóirat, a Jelenlét, ami nagyon sokáig létezett utána, és az egyik elbeszélésem, ami a Csaplárnak nagyon tetszett, és másoknak is, az bekerült ebbe a Jelenlét című folyóiratba, és akkor én azt hittem, hogy prózaíró leszek. És hát aztán a nagybátyám, úgy mondom, hát akkor a prózát hagyjuk, a Csaplárnak se tetszik, a nagybátyámnak se. Hozzáteszem, hogy egyébként aztán úgy utólag visszanézve elkezdtem érdekes dolgokat írni, prózába, ilyen kísérleti jellegű dolgokat, de annyira elbátortalanítottak, hogy azt mondom, én ezt akkor abba hagyom. És egyszer csak felhívott a nagybátyám, és először anyámnak mondta, aztán nekem, hogy találkozott az irodalomtudományiban a Ferenczi Lacival, és hogy a Ferenczi Laci mondta, hogy én mennyire jó verseket írok, és fantasztikus, és akkor hát ezt feltétlen el akarta mondani, mert ő, már mint a nagybátyám Laci, nem ért a költészethez,
és a Ferenczi Laci viszont ért, úgyhogy ez biztos így van, hogy én nagyon jó verseket írok, és akkor hagyjam a prózát és írjak verset, mert abban biztos jó vagyok. Tehát ilyen megerősítések és nem megerősítések jöttek, miközben, hát azt is meg kell mondanom, mert érdekes tapasztalat, hogy még a jogi karon, amikor jogász voltam egy évig, ott is volt, hogy így összejöttek jogász költők, meg felolvasás az Ötvös Klubban, és ott is az volt, hogy hogy mondjam, utólag tudom ezeket értékelni, akkor csak érzékeltem ezeket. De az, hogy mindenki pozitívan viszonyult hozzám, tehát felolvastam a verseimet, egy kicsit máshogy írtam már akkor, mint a nyilván, mint a kanonizált trend, de ugyanakkor benne van a akaratlan megfelelni vágyás is az emberben, hogy valahogy hát a költői pályára rákerüljön. És itt a jogi karon úgy megerősítették, hogy jaj, de szép, de jó volt meg. Szóval tetszett. És akkor így kezdtem az egyetemen a magyar-olasz szakot, viszont rögtön olyan környezetbe kerültem, a bölcsészkaron, ahol az írópályán az irigység, tehát a rivalizálás az természetes, de rögtön az irigység, a ellendrukkerség, a féltékenység, akkor én ezt nem értettem még, csak nagyon erős volt a kontraszt a jogi karnak a pozitív, együttműködő író diákjaival, meg légkörével szemben. Itt senki nem akart segíteni senkinek. A jogi tanulmányi egy évem alatt, illetve a bölcsész éveim alatt, az első években mi még folytattuk a színpadi munkát a Szikora barátommal, és az újonnan becsatlakozó Márta Istvánnal, és más barátainkkal, főleg az én barátaimmal, de másokkal is, és egy kísérleti színházi tevékenységet folytattunk Brobo csoport néven, Brobo néven. Ez elég fontos lett, mint kiderült az akkori Halász Naimányi és egyéb kísérleti színházi térben, és kultúrtörténetileg is nyugodtan mondom, hogy érdekes volt, hát most már 40, nem tudom hány évvel utána vagyok. Ez tudnilik már egy tudatosabban folytatott kísérleti színházi tevékenység volt, ahol tudatosan úgy fogalmaztuk meg, hogy a szó, a kép, a hang és a mozdulat egységén dolgozunk. Hát ez ugyanaz, amit a 80-as években, amikor már tudatosan, nagy elánnal elkezdtem kibontakoztatni ezt a totális költészeti performance, hang és egyéb költészeti tevékenységemet, akkor ennek a tiszta epe már megint csak ez a színpadi munka volt. Plusz az egyetemi évek alatt, már a jogi évem alatt bekerültem az egyetemi színpadra, volt egy szavalókör, a Balassi Bálint szavalókör, Surányi Ibolya, nagyon fontos versmondó és kultúraépítő ember, nő, asszony, személyiség volt, és a Balassi Bálint szavalókörrel színpadi játékokat csináltunk. Adi műsort csináltunk, hogy más nem mondjak, Majakovszki műsort, Janusz Pannonius műsort, Burns műsort, Kassák műsort, és folytathatnám. Azért mondom ezt így, mert ez a 70-es évek első fele, ahogy kérdezted, hogy az irodalmi életbe való beilleszkedés hogy ment, hát úgy ment, hogy nem ment igazán jól, de mivel én folytattam ezt a pályát, úgy, mert nem voltam kielégületlen ezért, de hát próbálkoztam, és aztán valahogy sikerült, ugyanis Kockás Sándortól később Kulin Ferenc vette át ezt a tanár vezető szerepet a ELTE alkotókörében, akkor neki is mutogattam a verseket, de hát ő megmondta, hogy ő ehhez nem ért. Viszont odaadta a Veres Miklósnak, aki akkor már kiszemelt főszerkesztője volt az majdan induló Mozgóvilág című kéthavi folyóiratnak, és a Veres Miklós azt mondta, hogy na, korábban is küldtem már neki verset, hogy na, ez már költészet, ezt majd az induló mozgóvilágba közli. Közben az egyetemi színpadon dolgoztunk a szavalókörrel nagyon érdekes dolgokat, és a Surányi Ibolya egyszer csak odahívta a Latinovics Zoltánt a Majakovszki műsorba, aki ott fellépett velünk együtt. Egy másik műsorba, a Radnóti műsort, a Latinovics rendezte. Csináltunk egy Radnóti műsort, és abban nem fellépett a Latinovics, hanem rendezte. Tehát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy rendezett bennünket, mi is összejártunk egy barátunk lakásán, megbeszéltük, hogy mi legyen, hogy legyen, tehát dolgoztunk nagyon szépen, csendesen, komolyan, a színpadon is, és csináltunk, hát a Latinovics vezérletével
egy nagyon szép Radnóti műsort, amiben ő is egy-két verset elmondott, és hát ez egy nagyon szép színpadi munka volt, és hát egy nagy élmény. Azért mondtam el ilyen részletesen, mert említettem nektek, hogy jöttek az első igazolások, hogy a Veres Miklós azt mondta, meg a Nemes Nagy Ágnes azt mondta, és hogy már tudtam, hogy 76. júniusi számban megjelenik a Domoszlói Prépost. És hát volt egy ilyen, hogy én ezt a latin, egy ilyen hosszú soros, hosszú vers, én ezt a Latinovics hangján hallottam, és feltett szándékom volt, hogy ahogy megjelenik, elküldöm neki csak úgy, és aztán hát mit tudom, majd meglátjuk. És mert a kapcsolatunk erre alapot adott. És erre 76, nem tudom, június elején jött a hír, hogy Latinovics meghalt. Most ezen vitatkoznak, hogy öngyilkos akart lenni, vagy nem akart, de lett, vagy véletlen volt, vagy elszállt az agya, fölugrott a vonatra, de leesett. Szóval mindegy, ez most mellékes, akkor az úgy terjedt el, hogy öngyilkos lett. Meghalt a Latinovics, és Balaton szemese, nem Szárszó. Tehát ezek a sorsszerű összekapcsolódások, és az, hogy már nem tudtam elküldeni neki a verset. Ez is egy ilyen érdekes dolog. És hát lelkileg is, ugye amin átmegy az ember, közben a robó munkát abba hagytuk, tehát úgy pszichológiailag is érik az ember, alkotóilag is érik az ember, és elkezd bekerülni azért mégiscsak az irodalmi életbe, és nagyon szerencsés módon tulajdonképpen egy olyan labba, ami akkor indul, és aminek aztán a története mégiscsak egy alternatív történetet rajzolt ki, tehát benn is voltam az irodalmi életbe, de nem kellett szervilisen alkalmazkodnom senkihez. És rögtön fiatalon az első munkahelyemben a legjobb magyarországi, legérdekesebb, izgalmasabb magyarországi folyóirat alakulásánál 78-ban volt ez. Lehettem alakító, olvasószerkesztő, átlátja alap működését, ezt mind meg kellett tanulni. Tehát nem úgy láttam át, hogy oda mentem és átláttam, hanem megtanultam. És megint csak a szakma különböző részleteit. Tehát a szerkesztést, a tényleges technikai szerkesztést, a nagy szerkezetben való gondolkodást, nem csak egy rovatban, és így tovább, és így tovább. És becsületére legyen mondva mindenkinek, és főleg a Veres Miklósnak, aki egy nagyon nyitott, jó ízlésű költő volt, és irodalomértő ember, és hagyott dolgozni. És akkor ebben a mozgóvilág nemzedékben már azért ott voltam tulajdonképpen a úgynevezett fiatal irodalomban. Még erre egy szót mindjárt vesztegetnék, csak azt mondom, hogy akikkel akkor indultam együtt, a Tóth Erzsébet, Zalán Tibor, Temesi Ferenc, Szerváci József, ő már meghalt régen szegény, mit tudom én, Szikszai Károly, és sokan mások még, akiket még ma jobban ismernek, Horváth Péter, ezek egy ilyen, egy nemzedék voltunk, és igazán ott kezdtünk el kibontakozni. Ami az eszmékedést illeti, ugye akkor, hát a Lengyelország, ugye a lengyel hatás az tényleg döntő volt Magyarországon. Hát akkor, tehát a beat irodalom nagy hatása és hulláma mellett még lehetne egy-kettőt, a beat zene. Ugye a másik az volt, hogy közel volt Lengyelország, Lengyelországba lehetett utazni, és Lengyelországban fantasztikus dolgok történtek. Hát az első nagy külföldi utam, az egyébként barátaimmal és a Szikorával és más barátainkkal, Márta Pistával együtt, stoppal Csehszlovákiába és Lengyelországba vitt, és főleg Lengyelországba, a Wroclawba, ott voltunk a Grotowski féle színháznak a nem tudom milyen fesztiválján, ugye Wroclawban minden évben volt. Varsóba én ugyan nem voltam az varsói őszön, de az Márta Istvánék és a zenészek, meg mások is rendszeresen jártak ki, mert a varsói ősz már a 70-es években egy olyan progresszív, komoly zenei szintér volt, aminek komoly rangja volt a világban, és meglehetősen progresszív irányt mutatott. Ez nagyon radikálisan kihívta ezt a hatalmi struktúrát. Na most ennek a hatása is jelentős volt, ugye főleg az eszmékedő generációkra, és azokra, akik már egy kicsit másképpen gondolkodtak, esztétikailag, kulturálisan, életérzésben, és ezek egy része vagy elkezdett egy ilyen direkt politikai ellenzéki tevékenységet folytatni, minek során őt letiltották, később az állásából is kitették, nem kapott munkát, tehát kialakult egy ilyen ezt életformaként is fölvállaló ellenzéki réteg, de körülöttük
volt egy nagyon széles, szóval jóval szélesebb bázis, akik mondjuk nem konfrontáltak ennyire, nem vállalták már ezt az életformát így hosszú távra föl, de természetesen szimpatizáltak velük, találkoztak, részt vettek ebbe, abba, aláírtak, nem írtak alá, ez mindig kényes kérdés volt. Tehát mondjuk a direkt politikai tevékenységben nem szálltak bele, de már így társadalmi szinten azért a szimpatizánsi kört, az együttműködési kört tágították. Mozgóvilág által mi direkt egy olyan vonalon voltunk, amely mondjuk így a politikai ellenzék és az intézményi elfogadottság közötti határon voltunk. Ami nem volt ellenzéki politikai értelemben, viszont radikálisan modernizátor jellegű volt. Például a lap képzőművészeti arculata, a borítóját is beleértve, az nagyon erős volt, és akkor teljesen szokatlan a lapokban akkoriban, ugyanis akkoriban a kép az annyit jelentett, hogy egy üres lapaljon betettek ilyen picibe egy képet. Maximum egy oldalon egy képet. Itt pedig az egész mozgóvilág úgy volt szerkesztve, hogy legalább az egynegyede, vagy az egyharmada inkább kép volt, képes jellegű anyag, fotó, képzőművészeti alkotás, valami dokumentum, és így tovább. Tehát egy sokkal korszerűbb, modernebb lap előállítás volt. És maga a képzőművészeti rovat is nagyon progresszív volt. Egy dolog volt, amit én akkor tapasztaltam, de még nem reflektáltam igazán tudatosan, hogy az igazán avantgárd jellegű dolgokat mégis alapkerülte. Valami arisztokratizmusból, vagy nem tudom miből, de például a még oly progresszív képzőművészeti rovatnak a határa ott volt, hogy a magyar műhelyeseket nem szerették őket, nem tetszett. A magyar műhely nem tetszett. Úgyhogy egyszer a Nagy Palinak volt benne egy munkája, annyit beengedtek, mert a Veres Miklós azért forszírozta. Tehát a Veres tágabb látókörű volt, meg érzékenysége volt, de a Szabados Árpád, aki kiválóan szerkesztette a rovatot, nála volt egy ilyen határ. Aztán a 83, utolsó évünkben, 83-ban, nem tudom, hogy történt, de végülis a Fábián Lacinak belekerült egy nagy írása a vizuális költészeti hagyományról, belekerült a Molnár Katinak egy-két. Tehát 83-ban ez megtört, de az az utolsó évünk volt. Addig volt egy ilyen konceptuális szembenállás, én úgy mondom, hogy az experimentális irodalommal. Tehát, hogy aminek, az gondolom, az Árpád úgy gondolta, hogy aminek nincs képzőművészeti, az ő számára vett képzőművészeti relevanciája, az ott megáll a dolog. Na most ez egy érdekes elméleti és esztétikai kérdés, hogy én ezt el is tudom fogadni, csak azt mondom, hogy a vizuális költészetnek nem biztos, hogy egy ilyen értelemben vett képzőművészeti relevanciája kell, hogy legyen, annak egy konceptuális relevanciája kell, hogy legyen. Az vizuális is, de nem úgy. Például azt mondom, hogy vizuális költő is vagyok, és vizuális költészetben sokat dolgoztam. De soha nem mondanám, hogy képzőművész vagyok, mert nem vagyok. Vagy hangköltészet a pályám egyik fő szólama. De nem mondanám, és zenekarokkal dolgoztam évtizedeken át. De nem mondanám, hogy én zenész vagyok. Költő vagyok. Aki sokat dolgozott zenészekkel, meg hangköltészetet csinálok meg, van valami közöm a zenéhez. Na most ilyen értelemben mondom, hogy nem kell annak képzőművészeti relevancia, annak saját relevanciájának kell lenni, amiben van egy vizuális paraméter. Életem első nagy nemzetközi fesztiválján 83-ban voltam, Amsterdamban, évek óta ment egy ilyen One World Poetry nevű fesztivál, ahol már volt kinn a Veres Miklós, ugye hát él még szegény, de nagyon beteg, a jó emlékezetű Dedinszky Erika, magyar műhelyes szerző egyébként, ő volt a holland kapcsolat Magyarországon, és ő közvetített ekközött a fesztivál és a magyarok között, úgyhogy már volt kint a Veres Miklós, tőle erről hallottam, korábban volt kint a Kemencki Judit, tőle is hallottam már erről, mert ott volt a Fölös Példány csoport, ahol a Kemencki Judittal, Szilágyi Ákossal, Temesi Ferenccel, Kőbányai Jánossal, Györe Balázssal, Bernát Y. Sándor képzőművész, zenész barátommal együtt próbáltunk az irodalomban egy alternatív csapást mi is kialakítani, és utána a Dedinszky Erika meghívott bennünket, a Temesi Ferit meg engem Amsterdamba, és ez volt az első nagy nemzetközi költészeti fesztivál, ahol egy ilyen millióban
vettem részt. Ott találkoztam azokkal az olasz barátaimmal, akik később 86-ban meghívtak Olaszországba a még nagyobb nemzetközi és immár nem irodalmi, hanem alternatív művészeti fesztiválra. Akkor én ott már elkezdtem visszajönni ebbe a zenei színpadi feelingbe, ugyanis elkértem a Mikroska Lajos, a Beatrice bassgitárosa, barátom bassgitárját, és akkor már csináltam egy olyat, hogy egy ilyen bluesos dolgot, hogy a fogda foglyokat fogad, a fogdába a foglyokat a foglár fogadja. És most ezt itt nem mondom el végig, és a végén van egy ilyen, ez az első tétel, és van egy ilyen lassabb menet, hogy megy a bassgitár, és akkor a fogda fogjára faggatózni fog. A foglyok folyton fogyni fognak. Na mindegy, és ezt ott így előadtam. És azt tudom mondani így utólag, több évtized múlva, reflektálva, hogy tulajdonképpen ott már visszanyúltam, éreztem, hogy nem csak a színpadi, ahogy a Mikroska Lajos barátom mondta, hogy van deszka érzékem, tehát ez a részben főleg a gimnáziumi színjátszókör és a Brobo kísérleti színház színpadi gyakorlatához, részben a versmondó Balassi Bálintos gyakorlathoz, illetve tulajdonképpen egy kicsit ahhoz a korán elvetélt, de mégis zenei, zenészi próbálkozáshoz, és ezt úgy kezdtem egy tapasztalatként megfogalmazni. Akkor a Fölös példánnyal olyannyira előtérbe kerültünk, vagy jó sikerültek ezek a koncertek a Beatrice-vel, hogy nagyon érdekes volt, tudnék, a budaörsi koncerten a közönség egy része egyértelműen Beatrice-s közönség volt. Néhány tucat, 100-200 ember olyan volt, hogy a Fölös példány érdekelte. És volt a kettő között 200-300 ember, akit meg az érdekelt, hogy mi ez együtt. Lassan úgy kezdték megérteni, hogy itt nem felolvasás van, itt valami történik, meg a Beatrice közben játszogatott, és ez az elégedetlenség így kezdett lemenni, a közepén megszűnt, és a végén tényleg olyan ováció volt, tudik, rácsodálkoztak, hogy így is lehet, milyen érdekes. Na most ebben volt a veszély, tudnélik, a Beatrice-t abban a pillanatban letiltották rólunk, megzsarolták keményen, hogy nem koncertezhetnek Budapesten, ha ezt folytatják, és akkor ez egy egzisztenciális kérdés volt. Hát akkor miből él a zenekar? Azt nem. Úgyhogy ők ebből kiléptek, ebből az együttműködésből, és kifejezetten a lengyelországi eseményekre hivatkoztak náluk, hogy akartok egy Lengyelországot? Hogy a munkásosztály meg az értelmiség egymásra talál? Ennek a eszmélkedési periódusnak volt egy dokumentuma, a már említett Ismeretlen monologok című kötetem, ami ennek a költői kettősségnek, kicsit mondhatom, hogy kompromisszumnak, de úgy kompromisszum, hogy kettős azért volt az eredménye. Volt egy érdekes mozzanat. Meg volt szerkesztve a kötetem, talán erősebben szövegverses, de közben elkezdtem csinálni ezeket az akcióverseket. És már a szerkesztett, elfogadott kötetbe a szerkesztőm fölajánlotta Ugri Naranka, fantasztikus sors ajándéka ez, gyerekek, mert én ezt eleve leadom a kötetbe, akkor nem fogadják el. Ugyanakkor ravaszkodás sem volt bennem, mert amikor leadtam a kötetet, ezek a versek még nem voltak kitalálva. A szerkesztés közben gondolkodtam, jó, van, megy a sereg, de hogy fogom én ezt egy könyvbe betenni? Meg az, hogy a fogda fogja, jó, hát leírom, a fogda foglyokat fogad, de most az, hogy fogda, fogda, da, fogda, da, fogda, da, da, hát most ez így nem írhat, valamit kell csinálni vele. Meg volt egy ilyen hangversem, hogy militarista dal, hogy most ezt itt nem fogom csinálni. Hát ez egy attraktív, színpadi dolog, de hát ezt azért, jó, van ennek szövege, de hát ez legfeljebb olyan, mint egy szöveg, egy most leírom, hogy umpapa, az nem mond semmit. Egy ilyen kicsit konkrétista, 50-es évekbeli avantgárd versnek felel meg, hogy ugye megy a sereg, jön a sereg, látjuk, hogy itt, hogy van, itt megy a sereg, ugye, és itt lemegy a sereg alapról. Itt meg jön a sereg, megy a sereg. Attól függ, így is olvashatom, meg olvashatom így is, ugye? Laponként. Akkor lapozol, és akkor ahol itt kiment a sereg, onnan jön a sereg. Jön, aztán megy, aztán jön, és hát van egy ilyen poén a végén, hogy ön a sereg. Ott végén van, ugye?
Ez volt a színpadon is, hogy előre megy az ember, és a végén azt mondja, ön a sereg. De mondjuk így kerek ez a dolog, hogy ez a kezdődő új szólama, vagy visszatérő és új szólama a költői felfogásomnak, az itt bekerült egy könyvbe, megjelent színpadon, megjelent csoporttevékenység, és végül egy zenekarba formálódott, aminek lesznek persze folytatásai, hiszen koncerteztünk a zenekarra, lemezt csináltunk, de én szólóba is mondjuk hangköltői pályámat ki tudtam bontakoztatni. A 80-as évek közepétől tehát ráléptem arra a pályára, amit érettem a saját pályámnak, a korábbi is, de mondjuk, hogy mondjam, tehát teljes olyan, amilyen, lehet szereti, meg nem szeretni, de szóval teljes kibontakozásában mondjuk tekinthető. Ez részben a költészetnek a hangi tapasztalatai, a hangköltészetem, amelyek kapcsolatban hát rengeteget utaztam külföldön, itt-ottam, ott fesztiválokon, itthon, kazettákat, tehát hanghordozókat csináltunk akkor, később lemezeket. Tehát ez mondjuk mindenképpen egy olyan, amivel azt hiszem, hogy hozzá tudtam tenni a szuverén módon a hazai kulturális közképhez. Hozzáteszem, hogy ezeket a dolgokat egyébként a irodalomtörténészi kritikusi egyetemi kutatói pályámon is a 80-as évek elejétől legalább erősen figyelemmel kísérem, elemzem, már tudnék ezt a avantgárd kultúrtörténeti hagyományt részben a századelei történeti avantgárd irányzatok tapasztalatát, részben pedig a mondjuk úgy, hogy a 20. század második felének az új avantgárd és kísérleti művészetének a tanulságait. A költészet számomra 360 fokos dolog. Tehát minden lehet költészet. Minden nyelv, minden tapasztalat költői érvénnyel fogalmazható meg. Talán annyit az általán, ha némi köze van a nyelvhez. De csináltam én már egy olyan kiállítást is, ahol egy leírt szó nem volt, de a logikája költői volt. Szóval, de ezek már érdekességek, és a művészi kutatáshoz tartoznak. És akkor így tulajdonképpen a hangköltészet mellett a zenekari tapasztalat, ami részben hangköltészeti, részben direkt zenei munka volt a Konnektorral, később a Towering Inferno nevű angol zenekarral, amelyikkel szerencsém volt évekig dolgozni, és egy közös lemezt is megjelentetni, illetve máig tartó munka, és ezzel át tudunk húzni a mába is, a Spiritus Noister együttes, amely már 20 éve van, itt Ladik Katalinnal, egyik legjobb barátommal és költői kollégámmal dolgozunk együtt, Sőrés Zsolttal és néha még más zenészekkel kiegészülve. Tehát ez mondjuk ez a költészet és zene eredője, költészet és zene közös érintkezési területei, ez máig megvan, és soha nem vékonyodott el. A másik ugye ez a performance, a költői performance, azért nagyon jó, mert a performance-t, ha fölveszed videóra, az nem ugyanaz, ezt tudjuk. Tehát a performance-nak akkor kell jónak lennie, akkor kell érni, amikor ott vagy, és amikor ott vannak. A 80-as évekbeli beért költői korszakomnak a nagy könyvi dokumentuma, most a nagyot úgy értem, hogy megfelel az én gondolataimnak, az a Galántai Györggyel közösen készített szellőző művek, amelyre most utólag újra visszatekintek, az, hogy talán az egyik legerősebb, legenergikusabb könyv volt. Tele van energiával, tele van széttartó irányokkal, amelyek mégis ilyen koherensbe vannak véve, és a, hogy mondjam, a papír, tehát a könyv, a kép és a szöveg teljes erőterét én úgy gondolom, hogy kimeríti. A 2000-es évek elején megpróbáltam összefoglalni, tárgyiasítani mindazokat a dolgokat, amelyeket addig csináltam, és akkor így a tulajdonképpen CD-ken, jó megjelenésű, jó kiállátású CD-ken megjelentettem ezt a Konnektor tapasztalatot, a saját hangköltészetemet. Utána írtam egy, hát helyesebben összeállítottam az avantgárd kritikájára vonatkozó tanulmánykötetemet, a Mi az, hogy avantgárd címűt, és egy új verses kötetet raktam össze az időközben. Ez egy ilyen konceptuálisan nagyon világos könyv, tehát hogy próbálom magamba összehasonlítgatni.
és hát utána pedig a következő verseskötetem az már a mába nyúlik tulajdonképpen, de még az is, abban is van egy ilyen retrospektív jelleg. A Verboterror című kötetemben ugyanis azzal a kihívással próbáltam szembenézni, hogy jó, hogy azt mondjuk, hogy vizuális költészet, hangköltészet, meg átalakítjuk a verseket, meg átalakítjuk a... De a tényleges performance műveimet, munkáimat, előadásaimat, amikről nagyon jó dokumentumok maradtak fenn, hát úgy értem, hogy jó nagyon jó képi dokumentumok, illetve jobb, rosszabb minőségű videó dokumentumok, de azért fönnmaradt. De én nem akarok katalógus csinálni egy archívumba, nem akarok dokumentumkötetet, hanem valahogy ezt a performance művészeti szálat könyvbe rendezni úgy, mintha egy mai verses kötet, bocsánat, mintha egy mai költészeti kötet lenne. 84 óta egyetemen tanítok, 10 évig a JATÉ-n, ma már Szegedi Tudományegyetem, illetve 94-től az ELTÉ-n. Tehát a tanári pálya épp úgy, illetve az avantgárdra vonatkozó kutatói pálya épp úgy az egyetemtől kezdve a professzionalizálódásom, illetve az aktivitásom része. Lényeg az, hogy ugye, tehát az egyetem még nem vagy professzionális bölcsész, amíg végzed, elkezdesz írni kritikákat, tanulmányokat, és úgy lassan professzionális bölcsészé válsz, már kutatóvá, kritikussá, irodalomtörténészé, ki jobban ezzé, ki jobban azzá. Na most én tudatosan, miután én is ezekkel a dolgokkal foglalkoztam, elkezdtem rácsodálkozni és foglalkozni a futurizmussal, mivel hogy ez az olasz pályámhoz tartozott, a hangköltészet és a vizuális és az experimentális költészet kultúrtörténetével, illetve természetesen a 20. század második felének a nagyon gazdag experimentális szinterével. Mondhatom, hogy Magyarországon egyike között vagyok azoknak, akik ezt a legjobban ismerik. Na most így a irodalmi kutatói tevékenységem során természetesen a 80-as évek elejétől, sőt, a 70-es évek második felétől, mint leendő vagy készülő íróköltő, foglalkoztam a kortárs magyar irodalommal. És így írtam a fiatal prózairodalomról, mondjuk úgy, hogy talán nem szégyen teljes tanulmányokat, ezek különböző helyeken megjelentek. Ennek az új készülő irodalomnak az egyik két fő hivatkozási pontja volt, az Ottlik Géza, tehát az Ottlik, de hát ő már irodalmi aktivitása már régóta ugye nem volt, illetve Mészöly Miklós, aki viszont fénykorát élte a 70-es években, azt mondhatom nyugodtan, és 70-es években, 80-as évek elején, és köré, mondhatom, hát ez egy ilyen nyelvi banalitás, de köré sereglettek azok a fiatal írók, tudnék autentikus véleményt reméltek tőle, kettő az, hogy benne láttak egy olyan előzményt, amelyikben meglátjuk a saját megfogalmazott, vagy még nem teljesen megfogalmazott előképüket. A Mozgóvilágnál, amikor voltam 78 februárjától, előbb-utóbb ugye megjelent maga a Mészöly, mint író, már úgy értem, hogy a számokban is megjelent, de mivel a Mozgóvilág egy nagyon jó műhely volt, és egyre inkább egy ilyen otthonná vált a máshogy gondolkodó, ugye ez a másként gondolkodó egy politikai kategória volt akkor, ezt az ellenzéket nevezték, nem akartak ellenzéket mondani másként gondolkodóknak. De itt a másként gondolkodás most esztétikai értelemben volt, tehát azért mondok máshogy gondolkodó, más poétikában gondolkodó író, és évek alatt nagyon jó kapcsolat alakult ki a Mészöllyel nálunk. A Mészöly nálunk publikált egy-két fontos tanulmányt, és közben elkezdtem persze olvasni a Mészöllyt, mondanom sem kell, mert addig azért olyan nagyon nem olvastam. Tehát, és meg kell, hogy mondjam, a film, az rám a nagy, tehát a Dosztojevszkijhez tudom hasonlítani, 3-4 alapvető nagy olvasmány élményhez tartozik. 5-6 mondjuk, prózát tekintve. De tényleg az egy olyan, hogy na, amikor az ember ráismer arra, hogy igen, valami ilyesmire gondolnék én is, csak akkor már rég nem írtam prózát, hála Istennek, tehát nyugodtan gondolhatok, hogy valahogy ez a aktuálisan érvényes, megütő próza. Az a rendkívül párját ritkító szellemi hagyatékgondozás, amit itt Szekszárdon folyik, abba én úgy kapcsolódtam bele, hogy hívtak Szekszárdra, hívtatok,
mint írót, szerzőt. És itt találkoztam vissza tulajdonképpen a Mészöllyel is, már a Mészöllyi hagyatékkal, a Mészöllyi hagyománnyal, a Mészöllyi emlékének a képviseletével, és így, ahogy megtudtam, hogy van a Mészöllyi Egyesület, meg láttuk, hogy vannak tennivalók, lehetne fejleszteni, ugye az Egyesületnek a napi, mondjuk heti, tehát rendszeres tevékenységét, hát természetesen bekerültem, beléptem az Egyesületbe, hogy most már, hogy mondjam, programszerűebben, elkötelezettebb, tudatosabban folyjak bele ebbe a hagyományápolásba, ami nem csak egy erkölcsi kérdés, hanem egy nagyon jó kortárs esztétikai, kulturális kérdés. Tudnélik, a hagyaték gondozása akkor lehetséges, ha megújítod a hagyatékot, ezt én a saját tapasztalatomból tudtam. Nincs olyan hagyományápolás, ami nem újítja meg a hagyományt. Így ehhez a Mészöllyi hagyaték gondozáshoz most úgy igyekszem magam is intézményesen is hozzájárulni, hogy a Mészöllyi Egyesülettel például a legutóbbi Mészöllyi díj átadó ünnepségen már csináltunk egy tudományos konferenciát, idén is kisebb léptékben valami hasonlót, tehát próbáljuk az intézményi terek más vonalain is rendszeressé tenni a Mészöllyi hagyatékkal való aktív foglalkozás. Nem mondom, hogy kreatív, mert ebben van olyan, amiben nem kell feltétlenül kreatívnak lenni, de aktívnak kell lenni folyamatosan.